Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Perdita részére. Kedves Perdita, üdvözöllek téged. Ez a te videód, a kérdésed az, hogyan tovább, mi a terve, te szeretnél családot alapítani, ezt ő szeretné, vagy sem, ezt megnézzük most ennél a jóslásnál. Az ő jelenlegi helyzetét itt ez a kártya mutatja, a nap. A nap mutatja a fényt, az ő kisugárzását, és utal arra is, hogy ő becsületes veled szemben, és ha ő valamit mond, abban megbízhatsz, mert ő a valóságot mondja számodra. Mivel a nap a központ a mi naprendszerünkben, ő szeretne a középpontban lenni. Várja azt, hogy te megbecsüld őt, vagy vár arra, hogy dicsérd őt. A második kérdés az lenne, hogy van-e terve, és ha igen, mit tervez? Itt ennél a kártyánál az álmokról van szó. Ő álmodozik. Azt, amit neked mondod, hogy szeretne feleségül venni, vagy ő is szeretne családot alapítani, abban tényleg megbízhatsz, de jelen pillanatban csupán álmodozik erről, de nem tesz lépéseket. Itt ezen a képen vannak a kelyhek, és az a víz elemét jelzi, a víz eleme pedig szimbolizálja az érzelmeket. Tehát neki vannak érzései, ő szeret téged, és egy olyan álmodozó típus. Mi áll nála a középpontban? Ezt mutatja itt ez a kártya. A négyes szám utal a biztonság érzésére, de utal az anyagi biztonságra is. Itt ezek az érmék mutatják a pénzügyi dolgokat, de nem csak azt, hanem az értékeket is. Mint ahogy látod, ő itt ül ezen a ládán, és nem tesz semmit, hanem várakozik. De fontos számára a biztonság érzete, a vagyoni dolgok állnak a középpontban, de az értékek is. Az pedig arra utal, hogy te értékes vagy számára, ez a szerelem értékes számára, és ezt a kapcsolatot ő meg akarja őrizni. De néha vannak olyan pillanatok, amikor ő azt gondolja, hogy téged birtokba tud venni. Van valaki az életében, aki befolyásolja őt. Itt ez a kártya a halálra utal. Az természetesen lehet egy haláleset, vagy egy örökösödési ügy is, és ez befolyásolja az életét, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése, és az arra utal, hogy ő befejezte ezeket a kapcsolatokat, és nem engedi meg, hogy valaki beleszóljon a dolgaiba. Mi fog változni, azt itt ez a kártya jelzi. Ez a kéz azt jelenti, hogy ő a tettek embere lesz. Jelen pillanatban még álmodozik, meg várakozik. De a későbbiekben fog döntéseket hozni, kezébe veszi a dolgokat, ami jó ennél a kártyánál, hogy ez az arany érem a föld elemét jelzi,
és azok a tettek, a reális dolgok. Ő fog tenni valamit, mégpedig azt, amit megígért. Hogy áll hozzád, azt mutatja ez a fiatal fiú, és a kezében van ez az arany kehely, ami a víz elemét szimbolizálja, tehát az érzelmeket. Ő átnyújtja ezt neked, de a kicsi lépéseket tesz, légy vele türelmes. Van valaki az életében, egy másik hölgy a háttérben, attól ő már elbúcsúzott. Nincs is kibékülés, mert neki itt fájdalmai vannak, rossz emlékek ezzel a hölgyel kapcsolatban, ez be van fejezve. És hogy áll hozzád? Azt ez a kártya jelzi. Újra a kelyhek, ami a víz elemét tükrözi, tehát az érzelmeket, ő megbízik benne. Ő tudja, hogy te szereted őt. Neki is vannak érzelmei, de érzi azt is, hogy te szomorú vagy. A múltad miatt. Ez a három kehely itt össze van törve. Ez jelzi a múltat, a fájdalmakat, a sérelmeket, a könnyeket. És te még mindig a múlttal vagy összefüggésben. Ez a szomorúság érezhető nálad. Lehet, hogy mások téged vidámnak látnak, de ő úgy érzi, hogy te szomorú vagy valami miatt, és ez a múltadat jelzi. Ő vár arra, hogy mutass egy kis vidámságot, vagy bíz abban, hogy minden jóra fordul. Ezt jelzi itt ez a kártya is. Ő várakozik. És a választ adja itt ez a kártya. Mégpedig arra vár, hogy lezárd a múltat, hogy ne sírj, ne légy szomorú, hanem ő téged vidámnak akar látni. A jövő itt van a hátad mögött, ez a kettő kehely, te és ő, egy párkapcsolat. De fordulj meg, tehát ne a múltadra tekints, ne a fájdalmakra, ne sírj, ne légy szomorú, hanem bízz ebben a jövőben. Mit tudsz javítani? Azt mutatja itt ez a kerék, a sors kereke. Bízz a sorsban. Itt minden rendeződik. És a jövőt itt a csillagkép mutatja. A szerencsét hoz. Azon kívül jelzi azt, hogy itt a csillagokban van megírva ez a párkapcsolat, a sors könyvében. Tehát bízhatsz ebben. Úgy is mondhatnám, ő a te lelki társad. Ő vár rád. Ő rólad álmodik. Amit ő megígér, azt be fogja tartani. De ő téged vidámnak akar látni, és vár addig, amíg mosolyogsz. Én most megkérdezem az ingát, elvesz ő téged feleségül, lesz itt család alapítás, igen, nem, vagy talán. Ha az inga jobbra fordul ki, akkor az azt jelenti, igen, a terved beválik. Amennyiben az inga balra fordul ki, az azt jelenti, hogy ő hazudik, ő nem akar téged feleségül venni. Amennyiben az inga megáll, akkor megállnak az események, és minden olyan bizonytalan. Először még áll az inga, ő vár rád, vár arra pillanatra, amikor ő döntéseket hoz, fog hozzád közeledni, és amit ő megígért, azt meg fogja tartani. Tehát az álmaid megvalósulnak,
mert pontosan az, amiről ő is álmodik. Kedves Perdita, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok neked minden jót. Nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!